2019. január 11-én Munkácson ünnepélyes keretek között avatták fel a magyar kormány 73 millió forintos támogatásából épült Szent József római katolikus óvodát, amely a város és Kárpátalja egyik legkorszerűbb ilyen jellegű intézménye. A gyerekek azóta teljesen birtokba vették az ovit. Ezek a felvételek a gyerekek farsangi műsorán készültek. Táncoltak, énekeltek, verseket mondtak. Mindezt magyar nyelven. Hiszen az ukrán mellett nagyrészt magyar nyelven folyik itt az élet. Sok szülő emiatt adja ide gyermekét, hogy jobban elsajátítsa ősei nyelvét. Talán még ennél is fontosabb a vallásos nevelés. A katolikus óvoda gyerek már tud imádkozni, nagyon, nagyon jól tud imádkozni. Szeret templomba járni, mert azt a őket tanítják, hogy kell templomba járni. Az nekem nagyon tetszik és nagyon imponál. Erdőn összön vültbe vág, füle sérés, fogó bált, áldozatú számos, erdén mély száros. A gyerek nem sír, örömmel jön az óvodába. Nagyon rendben van minden, tisztaság, precíz. Nagyon az óvónők nagyon kedvesek, lehet szót érteni velük. És az benne a legfontosabb, hogy át tudják adni a gyerekeknek azt a jót, azt a szeretetet, ami nekik a legfontosabb. Vagyis, hogy ha a gyerek örömmel jön az óvodába, az már egy plusz a szülőknek is, mert a szülő nyugodt, hogy a gyerek biztonságban van, jó csoport, az gyerekek nagyon aranyosak, a koszt nagyon jó, vagyis a gyerek örömmel jön, örömmel eszik, szóval én mindennel meg vagyok elégedve. Az is számított, hogy itt katolikus óvoda van? Tehát megtanulnak imádkozni, meg szóval bibliai történeteket is hallanak? Ez nagyon fontos számomra, mert én hívő ember vagyok, és az én gyermekeim is hívők, templomba járunk. És én szerintem még többet is kéne belőle, egy kis hittatás. Nem, na, többször, legalább hetente kétszer-háromszor. Mert most a legfontosabb, hogy egy emberben, meg egy gyerekben is, hogy belenevelni azt a hitet, és ha a gyerek már kiskortól fog hinni, és úgy fog nőni, akkor én szerintem kevesebb lesz a bűneset, meg, szóval, és a gyerek is jobb irányba fog terülni. Én szerintem az kéne egy kicsit több is belőle. Mi a Farsang Karnevál? Februárban maszkban, dobozokban kölcsörök, bűszoknyában lánypörök. Muzsikászol szárnyalhat, jelmezses lovágtolhat. Kergeti a kirsercek, futkosástól léhegnek. Hú de vidám dáridó, fánk illata csábító. Parcukor már összakál, késő esti tortabál. Az nem is volt kérdéses, hogy ide fog járni a gyermekem. Amint megtudtuk, hogy ez egy magyar katolikus óvoda lesz, nem volt kérdés, hogy ide járjon a gyermek. Ezért ez természetes döntés volt a mi részünkről. És a gyerek szívesen jön? Nagyon. Nagyon szívesen jön, és még akkor is, amikor esetleg kimarad és beteg, akkor is kérezkedik, hogy mikor lesz már az a nap, hogy vigyük, nagyon szeret ide járni. Mi az, ami jó ebben az órában, hogyha meg akarja fogalmazni, hiszen minden nap megfordul itt, gondolom, hozzá a gyerek. Persze. Az, ami jó ebben az óvodában, ami nincs a többi óvodában, az, hogy a csoportok kisebbek. 15 fős csoport van, és teljes körű foglalkozást tudnak nyújtani a gyerekeknek. Mindenben részt tud venni mindegyik gyermek, ezért az enyémnek meg különösen fontos, hogy odafigyeljenek rá, de gondolom minden gyermeknek. Ezért nekünk ez bejött, ez az óvi nagyon. Ez a fő oka azért annak, hogy mondjuk szeret ide járni szerintem. És önöknek az, hogy katolikus szellemben nevelik a gyerekeket, az is fontos? Persze, ez elsődleges a mi számunkra, és nagyon fontosnak tartjuk ezt. Thank you.
szülők elégedettségét jelzi az is, hogy szívesen bekapcsolódtak a gyerekek farsangi mulatságába. Mind a három csoport külön műsorral készült, Jaró Klaudia zenei nevelő szakmai irányítása alatt. A farsangi időszak megkezdése óta a farsangi népszokásokkal ismerkedtünk minden csoporttal, és kezdtük készíteni a farsangi műsorunkat, ahová beletettük a farsangi mondókákat, a fánkról, vagy a pattogatott kukoricáról, ami a nagy kedvenc lett mindkét csoportban. Farsangi énekeket tanultunk, a gólyás táncot tanultuk meg, és azt elő is adtuk a műsoron, valamint a tavasz csalogatásaként ugye a napocskát vártuk, és a vidámabb énekeket tanultgattuk. Az énekek azok nagyon érdekesek voltak, talán még érdekesebbek a játékok, amikbe bevonták a szülőket is. Na, a szülők bevonása az egy ravaszkúzás volt, hogy a gyerekek is majd megmutassák, hogy kell, vagy fordítva? Igen, szerettük volna, hogyha a szülők is megtapasztalják, hogy ők is lehetnek még mindig gyerekek, és átélhetik a játékélményt, nem csak kívülállóként, hanem résztvevőként is. A játékokra még egy kicsit térjünk vissza. Milyen játékok voltak ezek? Ezek inkább ügyességi, vagy pedig valamilyen fejlesztő? Ügyességi játékok voltak, és ugye mozgásos játékok, megjelent a babzsák, a kezünkbe adva, a fejünkre téve. Itt ugye amellett, hogy játszunk a mozgásunkat is, az egyensúlyunkat is fejlesztettük közbe, amikor gyakoroltuk ezeket, megjelent a célbadobás, mint játék. Szóval sok minden, ami egy ilyen műsorba belesülíthető. Nehéz ilyen pici gyerekeket azért egy ilyen 40-50 perces műsorra fölkészíteni, szóval nagy meló? Én azt mondanám, hogy mindenhez idő kell. Most ugye közben szólt a karantén, itt két hét szünetünk volt az oviban is. Nehéz volt, igen, felkészülni, de talán megbírkóztunk a feladattal. Huncut vagy, ravasz van, még a májad sem híg a fogás. Jó, ügyes! Óvodában három csoportba 45 gyerek jár. A kis létszámú csoportokban lehetőség nyílik arra, hogy a nevelők megismerjék, bensőséges viszonyt alakítsanak ki a csöpségekkel. Mondhatjuk úgy, hogy másfél hónapja dolgozunk, és eléggé jól már megismertük a gyerekeket, megtudtuk, hogy kinek milyen a napi rendje, hogy ki mikor bánakodik, hogy lehet őt felvidítani, hogy mit szeret jobban játszani, hogy mihez úgy tart a lelke, mondjuk úgy. Úgyhogy egy kicsikét egyszerűbb is, és családiasabb. Nagyon, nagyon kényelmes a gyerekeknek eljönni az óvónénit, minden más óvodában, igen, az óvónéniket ismeri, de eljön, rögtön megölel, meg ilyesmi. Hogyha még reggel nem aludta ki magát, akkor például máma reggel is elaludt a kezembe a gyerek. No hát mondjuk így, hogy könnyebben veszik akkor az óvodát. Ez a 4 éves Norbert viselkedéséből is jól látszik. A riporter és a mikrofon megsimizása után azonnal szavalja kedvenc versét. Mókuska, mókuska, felmászott a fáj, elszett, eltörött a ját. Torbát színe dudica meg, huncut volt a mókuszúja, fája mászott. Édes Jézusom, megkóvennék ők, ám meg, amit adtam nekünk, amen. A vallásos nevelés végig kíséri az óvoda mindennapjait. Például az étkezések előtt imádkoznak közösen a nevelők és a gyerekek. Ezen kívül két hitoktató is megfordul az óvodában. Úgy kezdjük a hitanórát, hogy begyújtjuk a gyertyát.
És akkor van egy nagyon-nagyon szép mutatós ének, ahol kimutatja a gyertyát, és akkor mutatva énekelünk a gyerekkel, hogy ég a gyertya, ég, el ne aludj, ég, a szívünkből a szeretet, ki ne aludj, ég. És már tudják, már ismerik ezt az éneket a gyerekek, és igazából tehát mindenféle történeteket szoktunk mondani a gyerekeknek. Például a múlt hittanórán meséltük nekik a teremtésről, és akkor elővettünk a plüssjátékokat, és akkor szétosztottunk a plüssjátékokat a gyerekeknek, és akkor a gyerekeknek mutattuk őket is. Tehát valakinek a kezébe volt a maci, valakinek a kezébe volt a nyúl, de valakinek a halacska, és akkor hát megteremtette az Úristen a nyulat, a halacskát, meg a nyuszit, meg az eget, meg a földet, és akkor van egy hozzá is egy szép mutatós ének, amit énekeltünk a teremtésről. Tehát nem valami nagy dolgokat mondunk a gyerekeknek, hanem inkább ilyen mesésen, énekelve, játszva, szoktunk bábukat is hozni, és akkor a bábukkal együtt játszunk a gyerekekkel, és úgy bevezetünk őket, hogy mégis megismerjék az Úristent, a Jézust, a Máriát. Például most készülnek a gyerekek, márciusban lesz a Szent József ünnepe, és a Szent József ez egy különleges szent, és mint védőszentje ennek az óvodának, mert van hozzá egy történet, amikor még próbálták megszervezni ezt az óvodát, fölmerült egy ilyen kérdés, és akkor nem tudták megoldani ezt a kérdést a szervezők, és akkor átmentek a kápolnába, ami itt van Munkácson, a Szent József kápolnába, és elkezdtek imádkozni, és másnap megoldódott ez a kérdés, és akkor úgy gondoltak, hogy mégis a Szent József legyen a védőszentje ennek az óvodának. Nem véletlen a kárpátaljai Szent Márton Caritas jelenléte az óvodában, hiszen munkatársai ott voltak, amikor megfogalmazódott az intézmény létrehozásának gondolata, sőt a kivitelezési munkálatok lebonyolítását is ők irányították. Már majdnem úgy volt, hogy megvásároltuk volna egy sokkal kisebb épületet, mert először még csak gyermekmegőrzőbe gondolkoztunk, de hála a jó Istennek, hogy egy napon múlott, mert valaki megvette tőlünk hamarabb egy nappal, hogy nem azt vettük, mert ott nem tudtunk volna egy ilyen háromcsoportos szép óvodát létrehozni. És aztán valahogy tényleg a Jóisten segítségével megtaláltuk ezt az épületet. Hát volt egy kis alkudozási procedúra is, és aztán nagyon az, ami fontos talán megjegyeznem, hogy nagyon nem volt egyszerű, hogy technikailag megoldani az épület vásárlást. Ez egy magánépület volt. A magyarországi pályázati elszámolásnak, a vevő igényének, meg az ukrán törvényeknek is egyben kellett megfelelni. És ez nagyon nehéz volt. Két hónapig nem tudtunk megoldást találni, és egyszer elmentünk a püspökségen a kápolnába, és Szent Józsefhez mondtunk egy imát, és egy nap múlva megoldódott ez a probléma. Úgyhogy emiatt akár a püspök atya először még nem is Szent Józsefre gondolt, de mondtuk, hogy ez muszáj, hogy Szent József óvoda legyen, mert ő segített nekünk ebben. Úgyhogy így lett a patrónus az intézménynek Szent József. Hát utána volt egy hosszabb, tehát egy három év, két és fél három év, ameddig a kezdettől, tehát odáig, hogy megnyitottuk az intézményt. Az volt nekünk még az első lépésünk, az első lépések közé tartozott, hogy elmentünk a polgármesterhez, és mondtuk, hogy van egy ilyen tervünk, és ő rögtön támogatásáról biztosított, mondta, hogy nincsen 400 gyereknek óvodai férőhelye itt Munkácson, és ezért, hogyha az egyház felépít egy épületet, és úgymond, és akkor az, tehát ő szívesen átveszi, és akkor majd tudja működtetni ezt az intézményt. Úgyhogy hogy ilyen pozitív visszajelzésekből indulva, a szülők igényeit nézve,
aztán nekiláttunk ennek a munkának, és nagyon sok embernek kell, hogy megköszönjük a segítséget, a Caritasnak a munkatársaitól kezdve, a különböző építészig, az őrig. A legfontosabb tényező, ami az intézmény megnyitását sürgette, az volt, hogy sok gyereknek nem jutott hely a Munkácsi Magyar Óvodában, valamint nem volt olyan óvoda a városban, ahol keresztény szellemiségben nevelkedhettek a kicsik. Nekünk az a oktatási nevelési célunk, hogy a gyerekek tudják, elsajátítsák helyesen ugyanúgy a magyar nyelvet, mint az ukrán nyelvet, hogy gyakorolják a keresztény hitet, a gyerekek a szülőkkel együtt a tantestület minden tagjával, a néphagyományokat, a szokásokat. Eddig ez nálunk, hál' Istennek, nagyon jól működik. Már el is indítottunk az dolgozókkal egy ilyen alfa kurzust, ami tegnap tartottuk meg a második alkalommal. Itt besegít nekünk a Popovics Márta. A kollégák nagyon nagy örömmel fogadják, várják, jó hatást kelt rájuk. Ugyanakkor vannak hitoktatóink, a püspökségről, akik rendszeresen szerdaként eljárnak a gyerekek. Tényleg van nekünk egy hitoktató termünk. A gyerekek ezt a termet, ahogy már észrevetem, egy olyan csodateremnek tartják. Örömmel, boldogan mennek erre a teremre. Mikor a terembe, a terem közepén ünnepélyesen meggyújtjuk a gyertyát, kezdjük imával, énekkel. Már volt úgy, hogy egy atya is ellátogatott, énekelnek, akkor ilyen csend, békesség uralkodik. Ezt a szülők észrevették, és nagyon természetesen, mikor az első találkozó volt, akkor megkérdeztem a szülőket, hogy ők ezt támogatják, mindenki támogatta. Már másodszor is volt nekünk egy ilyen tegnap előtt, volt egy ilyen találkozó a szülőkkel, szerettem volna meghaladni a véleményüket, hogy nem érte őket csalódás, hogy ugye, amit már vártak a mi óvodánktól, és hogy megkapták-e azt. Persze ez még nagyon kevés idő volt ahhoz, hogy a gyerekek hozzászokjanak. Én igazság szerint nehezebb időszakra vártam. Azt hittem, hogy ez a, mert ugye beindítani egy ilyen oktatási nevelő intézetet, ahol mindenki új, úgy a gyerekek, mint a nevelők, mint a szülők, de ez mondhatom azt, hogy elég jó nyugodt állapotban történt, és könnyen. Persze itt a szülők is nagy szerepet töltöttek be, mert bíztak, meg volt a bizalmuk irántunk, amit a gyerekek is éreztek. Mi is szeretettel fogadtuk őket, és akkor tényleg egy olyan hangulatos, családi, pozitív légkör alakult az óvodába, és nagyon örültem, mikor beszéltem szülőkkel, például a Baláska apukája nekem ugye olyan visszajelzést adott, hogy a Baláska otthon már, otthon egy ukrán szót a gyermek nem hallott, most már ukrán szavakat is tud. Ugyanakkor az a család, akiknél nem hangzott el egy magyar szó, azok már magyarul beszélnek. Negyed évszázaddal történt létrehozásakor a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye vezetői már akkor szükségesnek látták egy a Római Katolikus Egyház berkeiben működő óvoda beindítását. Erre sok év eltelte után csak most nyílt lehetőség. Az óvoda intézménye mindenhol a világon nagyon fontos. Nálunk igazából körülbelül 25 éve jött ez a gondolat, hogy kéne nekünk, az egyháznak is elindítani óvodákat, ugyanis abban az időben, a Szovjetunió felbomlása után, Ukrajna születése után nagyon sok óvoda bezárt. Az állami óvodáknak a többsége be volt zárva, viszont az igénye a szülőknek egyre nagyobb volt. Az anyuka nem tud elmenni dolgozni, nagymama nem tud vele foglalkozni, és így elkezdtük körülbelül 25 éve az első óvodát, másodikat, és így tovább, most már a 11. óvodát nyitottuk meg, és hála Istennek itt is Munkácson látjuk, nagyon nagy igény volt rá, mert bár van egy magyar óvoda, állami intézmény, mégis ez a mi kis katolikus óvodánk rögtön megtelt.
szülők nagyon örülnek annak, hogy magyar oktatás van, hiszen most az ide érkezett gyerekek többsége magyar szülők, vagy vegyes nemzetiségű szülőktől jött. És itt már tanulnak játszani, beszélgetni, felszabadultan szokják a nagyobb közösséget a gyerekek, hiszen tudjuk, hogy milyen nehezen szakad el egy kisgyerek az anyukától, az otthontól, és így lassan az iskolába segítik őket. Mennyire kap hangsúlyt a vallásos nevelés? Tehát azért sikerül becsempészni a mindennapokba azt, hogy van világi, meg van egy másik világ. Valószínűleg az állami iskolákban erre nem kerül sor, mesélnek a gyerekeknek, de a mi óvodáinkban bibliai történeteket is mondanak el nekik, és alapvető hittanra is elkezdik őket tanítani. A hitoktatók, illetve az óda vezetők, nevelők, azok tanúságot tesznek a saját hitükről. Megint feltételezem, itt a szülők többsége biztos, hogy hívő és keresztény, tehát az, amit otthonról hoz a gyerek, azt itt megerősítik. Sőt, ha tanítják imádkozni, tanítják énekelni, magyar énekekre, vagy egyházi énekekre, mind a kettő ugyanazon a nyelven, erősíti nem csak a hitét, hanem a magyarság tudatát is. Van ilyen gondolatunk is, hogy nyitunk az óvodához hasonló, inkább napközi otthonokat az olyan gyerekek számára, akiknek föl kell zárkózniuk. Lehet, hogy más nemzetiségű, de magyarul beszél, és ezeknek bizony otthon nincs rá lehetőségük, hogy tanuljanak, nincs lehetőségük arra, hogy tovább képezzék a tudásukat, hiszen nem egy táborban voltam, ahol papíron 8 évet járt iskolába az a gyerek, de még írni, olvasni sem tud. Ezeknek még nagyon nagy szüksége volna arra, hogy korepetálja őket valaki. Ha naponta csak néhány órára jönnek össze, kapnak egy kis uzsonnát, teját, tejet, akkor egész biztos, hogy ez segít nekik a fölzárkózásban és a továbbtanulásban. Munkácsi római katolikus egyházmegyében tehát kiemelten fontos, hogy a gyermekek minél hamarabb megismerkedjenek Jézus tanításával. Ezáltal igaz keresztényekként váljanak felnőtté és éljék az életüket.